Családpártiság legyen nemzeti minimum, erről Novák Katalin beszélt a demográfiai csúcs megnyitóján. Novák Katalin 12 pontban foglalta össze, hogy mit kívánnak a magyar családok. Úgy fogalmazott, ma a családok szabadságharcát vívjuk. Orbán Viktor pedig arról beszélt, hogy hazánk a családok és a demográfia ügyének legkitartóbb szószólója. Orbán Viktor közölte, itthon az eddigi családpolitikai intézkedéseket tovább kell fejleszteni, Európa tekintetében pedig el kell érni, hogy családbarát konzervatív erők kerüljenek kormányra minél több országban. Tita Nilla folytatja vendégével. Így van, Boros Bánk Leventét köszöntöm a stúdióban, a Nézőpont Intézet elemzési igazgatóját. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ugye Novák Katalin 12 pontot sorolt föl, és azt mondta, hogy a családok szabadságharcának a 12 pontja ez a lista. Itt említett anyagi kérdéseket, biztonságot, különböző szempontból a szabadságot is megemlítette. Mit tükröz ez a 12 pont? Hát, hogy ha a két beszédet össze tudjuk kapcsolni, sőt, akár valamennyit össze tudjuk kapcsolni, akkor általánosságban szerintem azt az érdekességet tudjuk megállapítani, hogy ezek valójában politikai beszédek voltak. Mindegyik politikai hitet tett és politikai programot alkotott. Ami, hogyha egy lépést távol lépünk és úgy tekintünk a kérdésre magára, demográfiai csúcsról beszélünk, családokról beszélünk, biztonságról beszélünk, akkor azért szomorú azt megállapítani, hogy kevés olyan ország van a világban és Európában pedig különösen, amelyek a családot politikai kérdéssé teszik, és fordítva politikai kérdést kell egyáltalán csinálni a család kérdéséből. És még, ha még tovább gondoljuk ezt az eseményt, akkor itt mégiscsak az elmúlt hónapokban volt egy pápalátogatás, volt egy atlétikai világbajnokság, majd van egy nemzetközi demográfiai csúcs, és mind a három egy egységként ráirányítja a világ figyelmét és a mi figyelmünket is olyan kérdésekre, mint a hit és a kereszténység, a sport és annak az összetartó ereje, mint a családok fontosságára. És így hirtelen végigpörgettem magamban, hogy látunk-e még olyan országot Európában, amelyik ezeket a kérdéseket a nemzetközi szintre emeli fel, és olyan megközelítést alkalmaz, mint a magyar kormány, és a magyar kormányzat, tágon értelmezve a köztársasági elnök is tulajdonképpen a kormányzat az állam irányításának része, amik szokatlanná váltak Európában. De miért? Pedig ez minden evidencia valójában, hát a családnak a megtartása, a gyermekek születésének támogatása, a nemzet megtartása a gyerekek születésén keresztül, ez evidencia kellene, hogy legyen. Ehhez képest pont az ellenkezőjét látjuk a nyugati világban. És mi az oka ennek? Nem mondták még eleget a szakértők, hogy mennyire fontos lenne az, hogy a családokat segítsék, hogy több gyermek szülessen? Ugye az Európai Unió tagországainak felében gyorsul a népességfogyás. Tehát nem, hogy megmarad a népességszám, hanem gyorsul. Sajnos így működik. Én azt gondolom, hogy mind a két beszéd, tehát a köztársasági elnök asszony beszéde és a miniszterelnök beszéde is ugyanazt próbálta megközelíteni, de két irányból. Ugye Novák Katalin szabadságharcról beszélt, a szabadságharc pedig értelemszerűen valakivel szemben zajlik, egy harc, egy háború, egy felkelés, hogy úgy tetszik, az valakivel szemben, és itt persze azonosítani kell, ő nem mondta ki, majd mi kimondjuk. Azt egyébként, amit talán a miniszterelnök viszont megválaszolt, a nyugati világot fogjul ejtette a liberális elit. És a liberális elit az nem családpárti, nem nemzetpárti, nem szuverén országpárti. És az a liberális mainstream, amelyik uralja a nyugati közvéleményt, beleértve egyébként a magyar közvéleményt is értelemszerűen, elsősorban médián keresztül, és amelyik irányítja egyébként a nagy nyugati országokat, és beleértve egyébként az Európai Uniót is, az nem osztja ezeket az értékeket, mint amit a magyar kormány, és ezen keresztül Magyarország oszt. És azért fontos egy ilyen demográfiai csúcs, azért kell a köztársaságnak szabadságharcról beszélni, és egyébként a miniszterelnöknek pedig arról beszélni, hogy itt az ideje, hogy félreállítsuk ezt a liberális elitet, mert ez nem tartja meg
sem a nyugati kultúrát, sem azokat az alapokat és értékeket, amire ez az egész nyugati kultúra épül, beleértve egyébként Magyarországot is. Tehát Magyarország ebből a szempontból még egyszer pápalat, látogatás, sport, demográfia és családkérdések, ami egyébként, és a hármat együtt pedig a biztonság a fontosságának hangsúlyozása is kiegészít egy háborús helyzetben. Ez pedig egy unikum minden tekintetben, úgy tetszik hungarikum, de szerencsére, mint hogy egy nemzetközi demográfiai csúcsról beszélünk, ezért számos külföldi meghatározó szereplő is eljött Magyarországra, ami egyrészt a nemzetközi diplomáciai nagyüzemet is mutatja, de talán még fontosabb az, hogy osztják azért sokan a világon, ha nem is feltétlenül Európában, azt, amit a magyar kormányzat is képvisel. Ha már itt a félreállítást említette, ugye arról is beszélt a miniszterelnök, hogy jön az európai parlamenti választás jövő nyáron, és hogy ez egy alkalom arra, hogy úgymond családbarát konzervatív erők kerüljenek hatalomra. Ugye itt az Európai Parlamentről, az Európai Bizottságról beszélünk jelen esetben. Ha ott lenne egy családbarát fordulat, akkor az nemzeti szinten is hozhatna fordulatokat, nemzeti szinten is változtathatna a gondolkodáson Európában? Hát legalábbis segíteni, hogyha Brüsszel, az Európai Bizottság, az Európai Parlament nem piszi cserőügyekkel lenne elfoglalva egy háborús szituációban, egy demográfiai válságban, egy migrációs nyomás alatt, ami egyébként, amit ők úgy tekintenek, mint ami a demográfiai kihívásokat meg kell, hogy oldja Európában, népességfogyás, munkaerőhiány, stb., akkor minden bizonnyal lenne, de ugye mi széllel szemben politizálunk, hogyha úgy tűnik, és ez a szél, ez nem kedvező fuvallat. Én azt gondolom, hogy a következő háromnegyed év, ami elvezet minket az európai parlamenti választásokig, pontosan jó alkalom az ilyen kérdések megvitatására, és egy középpontba helyezze mindenki a választási lehetőséget. Elmondhatjuk itt, és így elmondta az állam és a kormányfőnk is, hogy a tét az egyik oldalon a megmaradás, a másik oldalon pedig a nemzet és talán Európa vesztés. És hogyha ezt a gondolatot akár az ilyen eseményeken keresztül szét lehet teríteni, lehet róla beszélni Európában, akkor elképzelhető, hogy az elittel szemben a józanul gondolkodó sokaság, az állampolgárok, választópolgárok talán egy olyan politikai fordulat mellett teszik majd le a voksukat jövő nyáron, ami mindez segít és meg tudja változtatni Brüsszelnek a hozzáállását. Ugye itt volt számtalan, illetve itt van számtalan magasrangú vezető, vallási vezető, politikai véleményformáló és szakember Budapesten, és tegnap Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is felszólalt, és ő mondta ki azt a mondatot, hogy a demográfia az a kérdés, amelyen a nemzet jövője múlik. Ezt kell most itt felismernie sok embernek? Ugye két különböző helyzetben lévő országról beszélünk, Olaszországnak is megvannak a speciális problémái, és Magyarországnak is megvannak azok, de vannak közös pontok. Egyrészt mind a kettő a nyugati világhoz tartozik, másrészt mind a kettőn nagyon komoly migrációs nyomás van, és eddig egészen Meloni kormányra kerüléséig azért azok a balliberális erők, amikről itt korábban beszéltünk, nem feltétlenül az olasz nemzet érdekét tekintették legfontosabbnak, akár migrációs kérdésben, és így alakulnak ki egyébként a szövetségek, hogyha be tudják azonosítani a különböző országok, szuverén nemzeteknek a vezetői, hogy mik a saját nemzetük szempontjából a kihívások, és milyen értékeket, érdekeket kell képviselni, akár Brüsszellel szemben is, vagy a világ más hatalmaival szemben ahhoz, hogy saját magukat tudják megőrizni. Meloni is egyébként csak addig tud a Olaszország miniszterelnöke lenni, amíg vannak olaszok. Abban a pillanatban, hogy már nem olaszok élnek Olaszországban, véletlenül nem a Meloni típusú politikusokat fognak hatalma segíteni, és ez egyébként mindenkire jellemző. Ezért egyébként a politikai érdek, de elsősorban nemzeti érdek is az, hogy ilyen szövetségek kialakuljanak, és egymást erősítve talán változást hozzanak Európában. Boros Bán Klementének köszönjük szépen. Nagyon szívesen.